Önök a Székelyföld magazint látják, köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a Csíkszeredában szervezett hagyományos és helyi termékek őszi kiállításáról és vásáráról számolunk be. Megtudhatják, kik részesültek idén a Székelyföld kulturális havilap díjaiban, és meghívjuk Önöket a Tájházak napjára. Ha tehetik, tartsanak velünk, tartalmas kikapcsolódást kívánok! Székelyföld napok. Itthon élni jól. Ünnepeljük együtt Székelyföld értékeit, kultúráját októberben. Koncertek, könyvbemutatók, bábszínház, kiállítások és sok más színes program várja a székelyföldi családokat és minden érdeklődőt. Székelyföld napok. Éld a már! Sziasztok, Bocskor Viborka vagyok. Én pedig Szepesi Mátyás. A magas egy Underground-ból. Gyertek el ti is, mert mi is ott leszünk. A Székelyföld napokban. Az 5. Székelyföld napok programsorozat részeként Hargita megye tanácsa, valamint a Hargita megyei Agrárkamara 6. alkalommal szervezte meg a hagyományos és helyi termékek őszi kiállítását és vásárát Csíkszeredában. A vásárnak a Szabadság tér adott otthont. A standokon házi készítésű élelmiszerek, befőttek, lekvárok, szörpök, valamint ruhák, háztartási cikkek, bizsuk és kerámia edények sorakoztak. Az 5. Székelyföld napok programsorozat részeként Hargita megye tanácsa, valamint a Hargita megyei Agrárkamara 6. alkalommal szervezte meg az október 10-11-i hagyományos és helyi termékek őszi kiállítását és vásárát Csíkszeredában. A vásárnak a Szabadság tér adott otthont mindkét napon 9 és 18 óra között várták az érdeklődőket. A péntek délelőtti hivatalos megnyitót megelőzően a Karcfalvi Fúvózenekar biztosította a jó hangulatot, majd Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke köszöntötte a termelőket és a térre kilátogató vásárlókat. A rendezvény kinőtte a teret, benépesült az Árkád sor egész a Majlát térig és a megyeháza oszlopcsarnoka is. Itt nem csak arról van szó, hogy azok, akik helyi erőből, saját alapanyagból állítanak elő termékeket, ne talán valamilyen jövedelemet fognak szertenni, ha jól megy a piac, hanem egyféle büszkeség is az, hogy be tudják mutatni a termékeiket, illetve nekünk, akik ki fogunk ide jönni, vagy itt vagyunk, egyértelmű az is, hogy egy közösségformáló esemény, hisz érezzük a saját értékeinket, látjuk a lehetőségeinket, és valamilyen formában a jövőnkre is kitekintéssel van ez a vásár, hisz Székelyföldnek értékei vannak, Székelyföldön van lehetőség, és ezekre büszkékkel legyünk, és ezek a vásárok is hozzá kell ahhoz járuljanak, egy kicsit összeszedjük magunkat, összeszervezzük magunkat, és együtt lépünk előre. Borbély Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy nem ez a vásár az, ahol ne talán a fogyasztókat bármilyen bántódás érheti a termék minősége vagy feliratozása mentén. Ez az a hely, amelyet példaként lehet említeni. A megyevezető örömének adott hangot, hogy hétvégére Jász megyei gazdák érkeztek Hargita megyébe tapasztalatcsere céljából. A moldvai vendégek arra voltak kíváncsiak, miként szervezik Hargita megyében a hagyományos termékek vásárát, hogyan működnek a termelői szövetkezetek, illetve a farmok. 25 évvel ezelőtt tettük fel azt a kérdést, hogy minden egyes nép és nemzetnek van egy sajátos divatvonulata. És hogy ne lehetne, vagy hogy lehetne a magyar viseletet, ezen belül a székely viseletet is mindennapokra használhatóvá tenni. Na most már azóta tudom, hogy ezt az alkotói folyamatot stilizálásnak hívják. Akkor indultunk el, és a 90-es években már a termékeinkkel jelen voltunk a mesterségek ünnepén, a Jászberényi Csángó Fesztivál, a Visegrádi játékokon, majd amikor itt ebben az országban is elkezdtek a 90-es évek végén szervezni vásárokat, akkor azt mondtuk, hogy hát a kenyerünket itthon kell keresni. Így indult el 25 évvel ezelőtt. A szüleim 11 éve foglalkoznak mézes kalács készítéssel. Családi vállalkozás? Igen, családi vállalkozás van, 3 alkalmazottunk. Tudni kell, hogy kemencében sült, mézet tartalmaz, és hagyományos körülmények között történik az előállítása. Szörpökkel, lekvárokkal, hát minden házi készítmény, most már több. Rájöttek, hogy tisztább, mint az üzleti, nincsen semmi káros anyag benne. Szerintem biztos a jövőben többen vásárolnak az egészség érdekében.
A vásár mindkét napon kulturális programok bő felhozatalát kínálta az érdeklődőknek. Többek közt fellépett a Hargita megyei népiskola tánccsoportja, a Csíkkarcfalvi fúvózenekar, Kossz Szilveszter tánccsoportja, valamint a Csíkszentkirályi Méhecske óvoda gyermekei. A rendezvényt a Csíkszéki Mészfesztivál programjai tették színesebbé. Azért szerveztük meg a fesztivált, hogy minél több emberrel tudatosítsuk, sőt úgy van a hónapi napunk szervezve, hogy minél több gyerek megjelenjen rajzokkal, meg ehhez hasonlókkal, amit díjazunk, hogy ide csaljuk, megkóstoltassuk a mézet, és hát ha rákényszerítik a szülőket, hogy mézet vegyenek, és akkor nagyobb lesz a mézfogyasztás, és jobb lesz az egészség. A mézlovagok részéről Lázár Tibor, a Hargita megyei méhészegyesület elnöke szólalt fel a megnyitón. Mint elmondta, idén nagyon gyenge esztendőt zártak, de a termékeik javát hozták a vására, hogy mindenki beszerezhesse a méz szükségletét. Pénteken és szombaton az évszaknak megfelelő egészséges házi termékeket kínáltak Csíkszeredában. Hústermékeket, tejtermékeket, mézet, házi kenyeret, péktermékeket, házi süteményeket, tojásokat, lekvárokat, szörpöket, gyümölcsleveket, zöldségféléket, valamint különböző kézműves termékeket. Jasi gazdálkodók és agrárkamarák képviselői látogattak Hargita megyébe azzal a céllal, hogy ellessék, megtanulják, hogyan gazdálkodnak a kistermelők. A látogatás során megtekintették a tejbegyűjtő központokat, megcsodálták a házi sajt készítésének folyamatát, és ellátogattak a vásárra is, ahol a gazdák értékesítik termékeiket. Hargita megyei jó példákat tanulmányoztak a Jász megyei Agrárkamara szakemberei az elmúlt hétvégén. A Hargita megyei Agrárkamara meghívására érkező szakemberek és gazdálkodók elsőként a Dánfalvi Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületének tejbegyűjtő központjában nézték meg, hogyan gyűjtik be reggel a tejet, milyen körülmények között tárolják, és hogyan ellenőrzik a tej minőségét. Ezt követően a Csíkjenőfalvi Kedves Tamás tehenészetébe tejfeldolgozójába vitték el a jási kollégáikat, a Hargita megyei Agrárkamara munkatársai. A célja ennek a találkozónak is, ennek a tapasztalatcserének nevezzük úgy, az, hogy bemutassuk, hogy mi az, amit itt mi megvalósítottunk, hogy működnek a közösségi tejcsarnokok, illetve az egyesületi tejcsarnokok. Bemutatunk olyan gazdát, aki nem csarnokba viszi a tejét, hanem feldolgozza, olyan gazdát, aki az Agrárkamara és a Vidékfejlesztési Adi kurzusain kezdte a szakmát tanulni, és tovább lépve bemutatjuk ezt a gazdát a mai vásáron, ahogy az őszi vásáron megjelenik a standjával, a termelékeivel a vásáron. Kedves Tamás kisgazda az érdeklődőknek bemutatta, hogyan készíti a házi sajtot, hogyan tárolja, érleli a később piacon értékesített termékeket. A vendégek kíváncsian figyelték a magyarázatot, hallgatták a tapasztalt gazda magyarázatait. Bada? Am, sigur, sigur. Ce anume? Anume, cum se prepară cașul, cum merg vitele la pășuni, aici oricum pășunii este mult mai deosebită față de la noi. Așa. Laptele, cum se achiziționează, se achiziționează într-un mod corect și la noi, igienic, curat. Am venit cu reprezentanții asociațiilor producătorilor de lapte pentru a vedea la fața locului cum se produce și cum se colectează centrul de lapte și centrul de producție a laptelui. Ce ați observat, ce ați văzut și credeți că puteți învăța, aveți ce învăța de aici? Bineînțeles că avem de învățat, mai ales că am rămas în primul rând zona, plus de asta spațiile și toate dotările și tot ce se întâmplă, toată tehnologia e bine de văzut și extraordinar de mult ne ajută pe noi să ne dăm seama cum se produce un lapte conform, cum se colectează și tot ce ține de micul producător, teoretic. Aveți planuri? Doriți să faceți și dumneavoastră acasă? Da, noi consiliem, noi suntem împreună cu cei de la Asociația Crescătorilor, care momentan sunt la început, sunt din 4 localități și au spațiu, au tancul de lapte și urmează să înceapă exact un centru de colectare de la A la Z. De aia ne-am și deplasat la fața locului pentru a le arăta și lor exact ce se întâmplă și ce constă într-un centru de colectare a laptelui. Am venit cu
reprezentanții acestor asociații pentru a vedea pe viu cum se procedează la colectarea laptelui, la predarea către procesatori și acum, ca un bonus pentru dumnealor, am adus la unul din fermierii din județul Arghita, care se ocupă și de prelucrarea laptelui. Cum vi se pare aici? Frumos, interesant. Eu cunosc zona destul de bine, am mai fost de mai multe ori între Camera Agricolă Județeană Iași și Camera Județeană Agricolă Arghita, s-au desfășurat mai multe activități, ne cunoaștem între noi și întotdeauna am considerat că avem de învățat de la colegii de la Arghita. A bemutató végén a Hargita megye tanácsa alintézményeként működő Hargita megyei agrárkamara szakemberei a csíkszeredai helyi termékek őszi kiállítására és vásárára is elvitték vendégeiket, ahol megtekinthették, hogyan értékesítik termékeiket a Hargita megyei termelők. Az 5. Székelyföld napokon idén először tájházak napját is szerveznek. Október 18-án több mint 20 székelyföldi tájház nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Stábunk Márifalván forgatott. A Székelyföld napok keretén belül megrendezett tájházak napjára október 18-án 9 és 19 óra között kerül sor. Ezen a napon az összes székelyföldi tájház megnyitja a kapuit az érdeklődők előtt, ahol szakemberek mutatják be a néprajzi gyűjteményt. Ezt követően a gyermekek kézműves tevékenységeken vehetnek részt. A gasztronómia sem fog hiányozni a programból, a szervezők helyi ételekkel kínálják a látogatókat. A Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont idén évelejétől 4 nagyobb programot tervezett a tájházak kapcsán. Ennek az egyik előzménye a megyenapok keretében zajlott, amikor június 2-án egy kiállítás megnyitóra került sor a forrásközpont székhelyén, és ez alkalomból 23 székelyföldi tájházból gyűjtöttük be a régi népi gyermekjátékokat, és óriási sikere volt ennek a kiállításnak. Több mint 350 gyermek tekintette meg udvarhelyi és udvarhelyszéki iskolákból. És a második lépés pedig most a megyenapok, a Székelyföld napok keretében zajlik, amikor ugyancsak megszólítottuk az összes székelyföldi tájházat, és október 18-án minden tájház kinyitja a kapuit, a helyi felelősök bemutatják a gyűjteményt, a kerámiától, a népi bútoroktól kezdve a népi gyermekjátékokig, illetve különböző kézműves foglalkozásokra kerül sor. Ezen kívül a helyi ízekkel, a hagyományos ízekkel ismerkedhetnek a résztvevők, ezen kívül népdaltanulásra, táncoktatásra fog sor kerülni. A harmadik lépésre október 14-én kedden kerül sor, 9 és 15 óra között, amikor a Kovászna megyei művelődési központ és a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont együttműködésének köszönhetően csernátoni gyerekek érkeznek a Márifalvi tájházhoz, és Márifalvi gyerekek utaznak Csernátonba. Az ingyenes program lehetővé teszi, hogy minél több személy ellátogasson a tájházba, és maradandó élményben legyen része. A Tájházak napja programban a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont koordinátori szerepet vállalt, és segíti a gyűjtemény felelősöket a programok megszervezésében. A programokba bekapcsolódtak a helyi múzeumok, civil szervezetek, iskolák is. Az élő népi mesterségek bemutatója, ami egy picit zárt körű program, mivel Csernáton, illetve Márifalvi gyerekek számára szervezünk kézműves foglalkozásokat. Ennek a Márifalvi tájház, illetve a csernátoni Haszman Pál Múzeum fog otthont adni. A szervezésnél törekedtünk arra, hogy minél változatosabb legyen, és lehetőleg ne ismétlődjön. Tehát ide csernátoni gyerekek fognak holnapi nap érkezni, és udvarhelyszéki mesterek fogják őket megtanítani néhány itteni specifikus mesterségre. Az itteni mesterek között lesz egy veszőfonó, egy csuhéfonó és egy fazakas mester. A veszőfonónk ő Siménfalváról érkezik, a fazakasunk Korondról, a csuhéfonunk pedig Székelyudvarhelyről, és hogy hát ne ismétlődjenek ezek a mesterségek, ezért úgy gondoltuk, hogy Csernátonban legyen fafaragás, bútorfestés, illetve szövés oktatás.
A székelykapuk őrzőjeként ismerté vált Kovács Piroska néninek köszönhetjük a Mári falvi tájházat is. A szakértők szerint 1887 előtt épült házat 2000-ben vásárolták meg, és a javítási munkálatok után 10 évvel ezelőtt 2004-ben nyithatták meg a nagy közönség számára. A tájház előtt álló öreg kapu 110 éve készült. A három osztatú ereszes tornácos házban található a tiszta ház vagy első ház, középen a zárt eresz, hátul a lakóház. Tipikus régi keresztgerezdes, rakott borona falú székelyház. A hagyományos parasztház egyik legrégebbi típusát képviseli. Piroska néni gazdag, autentikus gyűjteménye a régi időket idézi fel a látogató számára. A berendezésnél az volt az elvem igazából, hogy nem mindent akarjak megmutatni, ami a gyűjteményünkben szerepel, és ne 10 ilyen fonókereket, rokkát, és nem tudom mit. Tehát ne gyűjtemény jellege legyen, hanem egy élő ház olyan, mint hogyha éppen a gazdája még használná. Visszajelzést is megkaptam, ami bátorított, mert amikor rendeztem be, idősebb asszonyokat hívtam, és kértem, hogy Ilona néni, üljön le ide is, és akkor nézze meg, hogy úgy emlékezzen, és mi hiányzik ebből még, mit lehetne itt-ott, és akkor örömmel tapasztaltam, hogy igen, leült is, azt mondta, boldogan, megelégedetten körülnézett, ó Istenem, hogy el lehetne itt lakni. Na, és hát ez adott bátorítást arra, hogy két helyiség, az első ház, a tiszta ház, állandó kiállítás, a belépő, a zárt eresz, hát a füstös konyha, ahogy a néprajz nevezi, ez állandó kiállítás. És akkor még van egy harmadik ház, nem azt mondom, hogy terem, és ez pedig időszakos kiállításokra használjuk. Gyakorlatilag azt a cél szolgálja, hogy az állományunkból azt tematikusan kiválasztani azt, amit éppen be akarunk mutatni a látogatóknak, és megmerem reszkírozni, hogy most már nem csak a látogatóknak, hanem még a hazaiaknak is, a jó 30-40 éven aluliaknak úgy kell elmondani szinte mindent, minthogyha idegen látogatók volnának. És akkor a hátúsó ház, tehát időszakos kiállításokat szervezünk ott, és hát visszakerül az állományban az az anyag. Egy-két-három évig is hát látogatható volt a kender feldolgozásom, egy másik a nagyapáink, nagyanyáink mindennapi viselete, ruházati kiállítás, sikeres volt mind a kettő, sok-sok látogatót vonzott, és sőt, a ruházati kiállításnál még ilyen középiskolás leányzóknak ilyet is megengedtünk, hogy esetleg egy-egy rokolya próba vagy fordulás, tehát nagy-nagy örömmel látogatták is. És most pedig festett bútor van, most azt mondjuk, hogy vendégváró szoba. Hát ebben a házban azért semmit sem neveztek szobának, egyértelműen háznak, de vendégváró, mert hogy festett bútor látható, és nem a hajdani, a korabeli festett bútorok, hanem a most készült, a tábor működő Kaláka táborban, ami most már 10-12 éve, hogy működik, ott készültek ezek a bútorok, amik most itt díszítik ezt a szobát. Na most festett bútorról van szó, Mári falván igazából nem volt hagyománya, annál szegényebb hegyvidéki falu volt, hogy festett bútorra lett volna, de egyébként is a Székelyföld, tehát erre a hegyaljai, havasai régióra nem nagyon volt jellemző. Viszont a hozományláda az egyértelműen legalább egy darab azért festett bútor volt, amit hozott a
a fiatalasszony a házhoz. Na hát ennyi a berendezésről. A program célja felhívni a figyelmet a helyi értékekre és népszerűsíteni a tájházakat. A programba 19 tájház és gyűjtemény kapcsolódott be, többek között az Árterám Hívesház Székelyudvarhelyről, a Bögözi Tájház, a Csángó Hagyományőrző Ház Gyímes Középlokról, a Csíkmanasági Gyűjtemény, Csíkszentdomokosi Gyűjtemény és Csíkszentmiklósi Tájház is. Ünnepeljük együtt Székelyföld értékeit, ízeit. Káposztaszüret, hagyományos vásárok és kulináris ételek várják október végén a székelyföldi családokat. Székelyföld napok, a mi ünnepünk. Sziasztok, Bocskor Viborka vagyunk. Én pedig Szepesi Mátyás. A Magasegy Jándorbánból. Gyertek el, ti is, mert mi is ott leszünk. A Székelyföld napokon. Átadták az idei Székelyföld díjakat. A 17 éve alapított Székelyföld folyóirat elismeréseit idén Borcsa János irodalomkritikus és Gál Ervin régész vehette át. A 17 éve alapított Székelyföld folyóirat idei díját adták át Csíkszeredában, a Székelyföld galériában. A rangos díjban idén Borcsa János irodalomkritikus és Gál Ervin régész részesült. Házigazdaként Lövitei Lázár László, a Székelyföld Kulturális Havilap főszerkesztője köszöntötte a díjazottakat. Beszédében köszönetét fejezte ki a fenntartó Hargita megye tanácsának az általa nyújtott támogatásért. A Székelyföld idén is Hargita megye támogatásával jelent meg. 1998-ban adtuk át az első Székelyföld díjat, akkor a megye adta az anyagi, fedezte az anyagi részét a díjaknak. Újabban már nem szorulunk a megye támogatására, pályázati pénzből ezt sikerült intézni. Borbój Csaba, a Hargita megye tanácsának elnöke gratulált a díjazottakhoz, hogy alkotásaik révén hozzájárulnak Székelyföld hírnevének öregbítéséhez. Megítélése szerint megyénk és az egész Székelyföld egyik büszkesége ez a díj, térségünk egyik legrangosabb kulturális díja. Székelyföld területi autonómiáért dolgozunk, de közben Székelyföldön már most kulturális autonómia van, vagyis mi magunk saját erőből döntsük el, hogy kulturális téren mit akarunk tenni, hisz a megyei jogú városok, a megyei tanácsoknak teljes körben van erre lehetősége és hatásköre, és ezeken belül pedig egyértelmű, hogy erre figyelmet kell fordítani, és egyértelmű, hogy a kiemelkedő teljesítményeket díjazni kell, hisz jó példára szükség van, amit követni lehet. Szarka Gábor Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja a díjazottak mellett a szerkesztőségnek is gratulált az elmúlt években kifejtett munkáért. Elsőként Fekete Vince laudálta Borcsa János irodalomkritikust, majd Molnár Vilmos méltatta Gál Ervin régész munkásságát. A Székelyföld díj mellett a hagyományokhoz híven további két díjat adtak át. A Székely Bicska rendíjat Ág István Kossuth díjas költő, míg a Szabó Gyula díjat idén Dimény Haszman Árpád költő érdemelte ki. Ez volt a mai Székelyföld magazin. Véleményeiket, javaslataikat megírhatják nekünk az info@hargitatv.ro e-mail címre. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra a jövő héten!